Sziasztok, kedves barátaim! Újra nem sokára Ekádasi, ami 30-án lesz, november 30, és ismét elmondom egy kis történet, amit vele van kapcsolatban. Történet Brahmanda Puránából lehet olvasni, és következőképpen történt. Volt egy király, Vaikanasa, aki nagyon-nagyon tiszta király volt, és gondoskodott minden kiért, aki nála élt a királyságban, és a fővárosnak az volt a neve Champaka. És egyik alkalommal ez a tisztességes és tiszta király aludt, és éjszaka azt álmodott, hogy megjött az álmába hozzá apukája, aki pokolba került, és mondta, hogy én pokolba vagyok, és kérlek, hogy szabadíts engem ki ebből a pokolból. Reggel, amikor felébredt a kedves Vaikanasa király, akkor nagyon szomorú lett, hogy megtudta, hogy apukája ott van a pokolba, és elkezdte kérdezni brámanákat, ugye a bölcseket, papokat, hogy mi történik, hogyan lehet, hogy az én apukám belekerült a pokolba, és mit tudni kell ezért tenni. És a brámanák, a tanácsadója papok válaszoltak neki, azt mondták, hogy igazából itt van nem messze Parvata Muni ashramja, egy nagy bölcs, aki trikalagjá ismeri a jövőt, a múltat is a jelent, mennyi hozzá, ő biztos tud neked válaszolni. És akkor elment hozzá Vaikanasa király. Üdvözölte őt Parvata Muni, és mondta, miben tudok segíteni. Erre a király elmesélte neki az apukáról, hogy mit álmodott. Erre Parvata Muni meditációba elmerült, és egy rövid idő múlva, mikor kijött a meditációból, elmesélte neki, hogy valójában az apukád előző életben nagyon kélyes volt, nem kontrollálta magát, és nagyon ragaszkodott nőkhöz. E kapcsán sok bűnt követte el, és ezért elkerült a pokolba. Erre kérdezte a Vaikanasa király, hogy mit tudnék megtenni azzal, hogy megszabadítsam apukámnak a pokolból. Kiszabadítsam. És Parvata Muni mondta, hát hogyha november-december hónapban a növekvő hold fázisában Ekádasin bőtöt tartasz egész családoddal, és ennek a lelki tetteknek az eredményét átadott az apukádnak, felajánlott, akkor ki tud szabadítani őt a pokolból. Így megvárták ezt a november-december hónapot, amikor növekszik a hold, száraz bőtöt tartotta ő, a gyerekei és a felesége, utána felajánlotta ennek az eredményét a saját apukájának, és apuka felemelkedett a mennybe, és onnan az apuka megadta neki sok-sok áldását. Így végződik ez a szép történet, ugyanakkor Brahmanda Puránában áldások vannak, hogyha valaki bőtöl ezen a Ekádasin, akkor ő szintén sok-sok bűnnek a visszahatásától fog megszabadulni. Érdekes dolgot még szeretnék felhívni nektek figyelmeteket, hogy milyen érdekes a védikus civilizáció, hogy az embereket nem csak a jelen dolgok érdekeltek, hanem a szülők is érdekeltek, mint a Vaikanasa király, ő érezte felelősséget, hogyha az apukám bűnt követte el, és ezért egy szenvedés helyzetbe került, akkor ő nagyon szerette volna neki segíteni, kiszabadítani. És ez egy érdekes, hogy általában a védikus korban mindenkit úgy oktatták, tanították, hogy gondolkozz, mindig úgy éljél, hogy az ősatyák is jól járjanak, és az utódjaid. Ugye nem, hogy most szennyezd be a világot, majd te most élsz, aztán majd lesz, ami lesz, hanem nagyon érdekes gondolatformával rendelkeztek az emberek. Ennyi, köszönöm szépen, a megtörés. Ekádasi megtörés ugye december 1-én fog történni 7 óra 10 és 10 óra 5 perc között. Köszönöm szépen, hogyha érdekes volt egy kis videó, tegyétek lájkokat, iratkozzatok fel a csatornára,
Írjátok kommentekbe, hogy bírjátok a bőtöket, és majd találkozunk. Köszönöm szépen, Hare Krishna!